Minden pillanatban arra gondolok, milyen jó vagyok nélküled. Ennél szebbet jobban már nem is kaphatok, annyit mondhatok, ég veled. Az én utam, kamera forog. Már egészen kicsi kislánykoromban arról álmodoztam, hogy egyszer híres énekesnő leszek. Az én történetem itt Vajdaságban, Csantavéren kezdődött. Ez az én utam, innen indult. Gyertek! Ha ideg van azért, hogy melegedjünk, ha meleg van azért, hogy a fáradtságot igen, így kipihenjük, nálunk a víz helyett is pálinka folyik. Ugye? Nagyon erős családcentrikus énem van, és ez látszik is a családon belül is, tehát mi is így lettünk nevelve, bármit felülír nálam a család fogalma. Mi vajdaságiak, mi büszkék vagyunk arra, mi vajdasági magyarok vagyunk. Itt van az alkaromon a feltetovált vojvodina, ami vajdaságot jelent. Akkor 13 éves voltam, amikor a Temerini Táncdal Fesztiválra jelentkezhettem. Arról van fotónk, várjál, nézzük. Hát szerintem nincs. Szerintem meg van, kell, hogy legyen. De azért azt elmondhatjuk, hogy mindezek mellett a legjobb tanuló voltam. Évtanulója voltam, és így szabad volt minden más hülyeséget megcsinálnom. Tehát, hogy... mániákusan tanult. 3 évesen elkezdett táncolni a kör közepén, és aki beszélgetett, akkor azt mondta, hogy figyelj, nézzél már rám, hát én táncolok, neked táncolok. Senki nem szól rá, akár jól a lábad. Nagyon sírna, én is mondjam. Nagyon van a fejezbe. De meg a Sztár, az csak 2003-ban. Tehát, hogy én már azelőtt 2004. januárjában indultam meg itthonról, nem? Igen. Akkor mondta apu, hogy hát másodikán. Január másodikán. Felállultam betegedben. Soha. Mert a pici lámbót. Őszinte leszek, én se tudtam, hogy ez majd hogy fog sikerülni. De akkor nem mondhattam. Rossz társaságban kell egyre. Hát bele is keveredtem. Azért ez az. Hála jó Istennek, hogy nem úgy. Melyik szülő nem büszke a gyermekére, ha valamit elér? Mindenki minden gyermekére, mindegyikre büszke. Anya, de szeretlek, hallod? Jaj, de rossz. Apa, mennyi te is sírni egyet? Nem szívem. Na, pálinkát. Ez annyira te. Ha valamit meg kellene mutatnom Csantavérből, akkor elsőként szerintem a templomot emelném ki. Vajdaságban van egy olyan hagyomány, igen. És ez egy pici álmom, ha lány van a családban, akkor a hagyomány szerint a lány falujában illik a templomi esküvőt megtartani. Támogatom. De csak ha... Örök életre szól, tudod? Amit itt megfogadunk, ugye? Az örök? Gergő! Majd de szeretlek! Nem zárkózik el tőle. Pandémia kellős közepén tartottuk meg a polgárit. Már nagyon nagy pocakon volt. Heten vagy 8-an voltunk ott a polgári esküvőn, a szüleim nélkül. Mert az utolsó pillanatban elkapták a vírust, és covidosan a konyhában ülve videó cseten keresztül nézték végig, ahogy minket egybe összekötnek, összeadnak. Mert meghatódom azon is, amikor nézem. Na figy! Elsőtől negyedik osztályig ebben az épületben tanultam. Nagyon büszke minden csantavéri diák is a Henire, hogy ő ebből az iskolába, ebből a faluba nőtt föl. Itt ültem, itt volt a helyem. Tudtam figyelni is, stréberkedni is, és tudtam egy kicsit hátrafele kokettelni. Hát jó érzés egyébként újra beülni ide. Akkor nagynak tűnt a pad, meg a székek is, és most nagyon kicsi lett.
Budapesten a tehetségkutató előtt egyetlen egyszer jártam az akkori zenetanárommal egy meghallgatáson, és amikor mentünk hazafelé, akkor elkezdtem sírni. Megkérdezte, hogy mi a bajom, és mondtam, hogy hát ez a problémám, hogy hazamegyünk. És nekem annyira tetszett ez a város, hogy én egyszer szeretnék itt élni. És most láss csodát, itt élek. Amikor a hatodik érzéket még el akar vinni, szelepes szerepet mit el akarsz hinni, 1, 2, 3, 4, el kell számolni, nem szabad a nagy szavaknak kikbe dőlni. 16 évesen a legnagyobb álmom hozott Budapestre. Egy tehetségkutató, amely teljesen megváltoztatta az életemet. Jó napot kívánok! Hello! Még emlékszem? Energia szintje van a Henninek, hogy így gyakorlatilag így majdnem lefújt a zongora székről. Majdnem elsírtam magam. Tényleg elképesztő. Nem is gondoltam volna, hogy még bennem maradt az a dal, amivel annó castingon indultam. Újra elkezdtem izgulni, mint annó. Miért jöttél meg a sztárba? Annó? Annó. Vagy mi volt az indítatás? Ez volt az álmom, hogy kitörjek Vajdaságból, és kapjak egy olyan lehetőséget, ami elindít a pályámon, és ez is volt. Ehelyett hálás vagyok a magyar közönségnek, mert ők tartották bennem a lelket. Ameddig eljutottam, azt Magyarország nézőinek köszönhetem. Csak el akartam mondani, hogy milyen hálás vagyok neked, hogy a fordulópontomnak egy nagyon komoly szerves része vagy. A kiesésemnél te emelted fel a táblát, hogy hol van a fületek. Hát igen, mert igazából már akkor is lehet érezni, hogy te milyen erős egyéniség vagy. Egyébként nagyon-nagyon sokan szerettek már akkor. És nyilván ez még erősödött, mivel most már komoly rajongó bázisod van. És én akkor úgy éreztem, hogy sokkal tovább kéne, hogy menjél a versenybe. Nekem fontos volt, hogy ezt elmondjam neki. Mert 20 éve nem sikerült elmondani neki. Hogy milyen jó érzés az, hogy igen, akkor kiállt mellettem. Pedig ez egy semmilyen dolog lehet akárkinek, vagy nyilván neki senki nem mondta a fülére, de jó dolog. Jó, várjatok már egy kicsit. Összeszedem magam. Hát ez nagyon durva. Én 1000 éve voltam. 2 diplomám van. Az egyiket itt a Corvinus Egyetemen végeztem el, kommunikáció és médiatudomány szakon. A második diplomám pedig Pécsett szereztem meg a Pécsi Tudomány Egyetemen politológusi szakán. Marian nekem több, mint barát. Nekem ő olyan, mint egy családtag. Amikor Magyarországra költöztem, akkor nem túlzás azt mondani, hogy nekem ő volt itt a családom. De annak idején mi a francot láttál meg bennem a Megasztárban? Felfigyeltem rád, hogy van benned egy olyan természetes intelligencia, meg egy olyan jó szándékú ambíció. Azért fontos a Hennivel való barátság, mert ritkák az olyan lélekkapcsolódások, amik tényleg igazi barátság alapját képezik. Minden állomásomat végigkísérte. Segített az egyetemi évek alatt, ő vele nézettem át a szakdolgozatomat, az első koncertjeimen ott volt, az első sírásaimnál ott volt. Azt mondta, rájött arra, hogy őt velem csalod. Most Závodi Marci stúdiójában vagyunk, és egy pici kihagyás után, amióta anya vagyok, most úgy éreztem, hogy megérett az alkalom és az idő arra, hogy egy új dalt pakoljunk össze Marcival. Gondolkodnom kellett, hogy megvárjam magamban, hogy mifelé for majd ki az anyaság, és mit vált ki belőlem stílusirányzatilag, mennyire maradok benne a rapben, mennyire kívánja a szervezetem azt, hogy inkább éneklősebb dal felé húzzon a szívem. Feljebb tudjuk-e pakolni azt a dalt, amit aha, elkezdtünk nézni? Hang nem benne nézzük. Nyomjad, jó lesz. Szerintem nagyon izgatja az embereket az, hogy mi is igazából az, ami a Hennyben van. Nagyon sok ember nagyon érdeklődik az iránt, hogy ő hogy tud egy ilyen kemény valaki lenni. Nagyon jól esik az, hogyha
érzem a közönségen, hogy őt megérinti. Ez a fajta összekapcsolódás a színpadon, vagy egy koncerten, ez egy megmagyarázhatatlan érzés, ami miatt tényleg érdemes ott állni, és utána újra és újra belekóstolni ebbe. Tehát, hogy tényleg függővé teszi az embert. Nagyon tetszik ez a refrén, de csörögjünk már a Viktorra. Jó, csörögjünk. Csak már neki vannak ilyen iszonyat menő American ötletei. Na, nyomjuk. Pont ilyen dallamra. Ami van kicsi rigó, hogy itt állsz te diló, ebben a szerepben bent ragadt egy kiló. Eljutottunk a refrénig, nekem nagyon tetszik, de megakadtunk. Van-e erre valami jobb ötleted? This time to do the low, can't take your bid to know, I can wait it for you. Making a sound of... Én követném azt a melódiát, ami a zongora. De ez szerintem ez egy tök hemis stílus. Én azért betennék egy représzt. Komoly! Olyan kedvéért, mert ugye én személy szerint nagyon-nagyon szeretem, amikor énekelsz, és imádom, amikor représz. Annyira egy ilyen egyedi stílusod van itt Magyarországon. Lássuk is egy kicsit, hogy mennyire vagy szimpi, de bevallom, vimaszul, én már nem vagyok szingli. Amikor benned pont megtalálom, ha leveszem, ma biztos, hogy lány ragyúz. A fenekem, ami gyengé, hogyha kell esetleg egy férfi énekes, akkor szóljon. Király vagy. Muszik! Ne kiabáljunk, ó, most mi lesz? Megnézzük a pát! Repülnek a madarak, csatok a szárjú. Az anyasággal nekem egy teljesen új dimenzió nyílt meg az életemben, amire nem számítottam egyáltalán. És nem gondoltam volna, hogy ez a szeletke tud ennyire hiányozni egy nő életéből, mint az enyémből. Volt egyszer egy kevence, belebújt a kis. Így, hogy most egy család vagyunk, már ugye feleség, gyerek, ezek olyan dolgok, amik prioritást élveznek, és én ezt érzem Henin is, hogy nála is ezek, amik ugye előtérbe kerültek. Csibész vagy, kópé. Jó, jó van. Mi van, nő a fogad? Már, mikor kinyitunk a szemünket, akkor már mosolyog, és egyszerűen ez annyi akkora pozitív löketet ad neked az egész napra, hogy egyszerűen minden más, hogyha bármi problémád van, gondod van az életben, az egy minden eltörpül mellett, és ez egy csoda. Hiányzott anyu, ugye? Hiányzott anyu. Igen, most, hogy itthon van anyu? Első a család. Bébi bogyó! Anya beszél! Szóval én jobbat nem is kívánhatnék most magamnak. De egy kis hugit. Ha most itt megállna minden, és megkérdeznék, hogy elégedett vagyok-e és a helyemen vagyok-e, akkor azt mondanám, hogy maximálisan. Azt, akiért állunk, odaadjuk.